Félve emeltem fel ezt a könyvet, és fogom a kezemben, amely egy teljesen speciális, olyan, mint egy kis ékszerdoboz, faragott fa borítása van ennek az énekes könyvnek, amelynek a hátoldalába bevésve az, hogy készült a reformáció 500. évfordulójának évében, és itt mindenféle jelzés van Merényi József által elkészített könyv minősítéséről, ami a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság által adományozott. Hát annyit mondok még, mielőtt megengedem megszólalni a stúdió vendégét, Merényi József fafaragott művészt, hogy olyan, mintha lehet, hogy rossz a hasonlat, de nekem most itt a halpikkelytől kezdve a gyöngyök, minden eszembe jut, ahogy a könyv tetejére ránézek, és egy kicsit megsimogatom. Ez olyan, mint egy imakönyv önnek? Jó napot, jó egészséget kívánok mindenkinek. Ez nem imakönyv, ez egy énekeskönyv, ez egy református énekeskönyv. És valamikor régen szokás volt az, hogy a református énekeskönyvet, ami gyakorlatilag talán egy életre szóló ajándék volt, ajándékba lehetett kapni, ezt díszes borítóval látták el. Ennek a borítónak az az érdekessége, hogy bodzafából készült. A bodzafának pedig az az érdekessége, hogy ellentétben a közhiedelemmel ez nem egy gyomnövény, hanem a hatalmas példányai azok olyanná tudnak fejlődni, hogy ilyen szép széles, tenyérnyi széles dolgokat is ki lehet belőle hasítani. Sőt, arasznyi széles, hát ez a könyv, a magassága az, igen, több, az mint a egy arasz, ugye? Itt a szélesség a nagy poén benne. Igen, hát ebből... És ez egy darabból van. Mind a két fedél ugyanabból a fából van, az van kettévágva, és így kapta a díszítő faragást. A faragásnak a stílusa az úgynevezett ékrovásos faragás. További érdekessége még a bodzafának, ezt hadd mondjam el, mert kevesen tudják, szakirodalomban nyomtatva olvastam, hogy állítólag a megváltó keresztfája is bodzafából készült. A dolgok a Szentföldön történtek, tehát ott lehet, hogy volt ekkora bodzafa. Tovább megyek, Júdás állítólag egy bodzafára függesztette fel magát bűntudatában. Nagyon sokan az ilyen új gazdagok a teleprendezéskor az első növényként a bodzát írtják ki, hát nagyon kérem őket, hogy előtte inkább szóljanak nekem. Gyorsan teszem hozzá, hogy manapság pedig egyre nagyobb divat bodzából, nem a bodzafából, a bodza leveléből palacsintát sütni, főzni, stb. De maradjunk a fánál, hiszen tulajdonképpen mi ezért találkoztunk Merényi Józseffel, akit a közelmúltban, és pont ennek a könyvnek a kapcsán, ugye, egy olyan minősítést kapott a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottságtól, amelyre méltán lehet büszke. Hát magyarázza el nekem ezt a jelet, mert én meg is kérdeztem itt a zenát, hogy mit jelent, és ez a színváltozás, ez bizony, ami feketéről vagy kékről pirosra változik, azt most már megtudtam, hogy az elismerés, ugye? Igen. A valamikori Népi Iparművészeti Tanács feladatát a Hagyományok Házának a zsűrije vette át, és nagyon érdekesen zajlik le a tárgyaknak a zsűrizése. Ezt gyorsan elmondom, mert nagyon érdekes. Ugye bevisszük a tárgyakat, letesszük egy rendezett halmazba, a fényes tekintetű zsűri elkezd előtte elvonulni, rámutogat bizonyos tárgyakra, és ezeket a tárgyakat a szervezők kiviszik onnan. Ami marad, azelőtt még egyszer végig lép a zsűri, és B kategóriás minősítést oszt ki azokra a tárgyakra, amelyek valamilyen szempontból kiemelkednek a többiek közül. Ezek után a fényes tekintetű zsűri még egyszer végig lejt a tárgyak előtt, és bizonyos tárgyakat kiemel, és a B betűt a feliraton piros tintával átjavítja ára. Hát ez tulajdonképpen minden olyan népi iparművésznek, vagy ugye fafaragónak, tárgyalkotónak a titkos vágya, aki a tárgyait a zsűri elé bocsátja. Az A a legmagasabb kategória, amit meg lehet szerezni a zsűri. Mely jól látható ezen a könyvön, amit a kezemben tartok azóta, mióta belépett ide a stúdióba, de tényleg ezt gondolom erekjeként őrzi. Hát mennyi munka van ebben? Apró, pici vésések nyoma, hogy fogalmazott, milyen stílusban? Ékrovásnak ékrovás. Mondják ezt. Az ékrovással nagyon sok mindent ki lehet fejezni, de ugye az az érdekesség, ezt el is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen egy vagy két késecskével nagyon-nagyon tervszerű munka eredményeképpen lehet megmunkálni ezzel a
technikával a fának a felületét, és a különböző apró részleteknek a rendszerbe foglalásával lehet a díszítést elérni. Na most a dolog azért egy kicsikét sántít, mert vannak bizonyos részek ebben a fedélben, amelyek nem ékrovással faragtattak, hanem úgynevezett domború faragással, de egy református kelyhet azt domború faragással állítottam elő. Talán nem is volt jó a hasonlatom, hogy a pikkelyhez hasonlítottam, mert miniatűr kis rácshoz kellene hasonlítanom, ugye? Igen, az ékrovásos faragásra az a jellemző, hogy a rendelkezésre álló felületet azt igyekszenek faltól falig kitölteni, tehát itt úgynevezett üres részek nem nagyon vannak. És keretbe kell tenni? Mert a keretben már megint más minta van. Hát... Vagy ez már egyéni fantázia? Igen, mostanában van erre egy divatos szó, a design, hát ennek a könyvborítónak az a dizájnja. Egyébként tessék megnézni más egyéb régi könyvborítókat. Ugye a tárgynak a peremétől befelé általában szokott lenni egy keret, és a kereten belül történnek a dolgok. De ennek a könyvnek a hátulján, a feliraton kívül nem történik semmi különös, hát valamilyen módon megjelenítettem a alkotó nevét és a mesterjegyem, és rá van faragva, és még egy fontos sorot alul, hogy ugye, ami úgy ment át a köztudatba, hogy Solideo Gloria, ennek a magyar fordítása olvasható a könyv hátulján, egyedül Istené a dicsőség. Azt mondta, hogy mesterjegye. Hogy lehet valakinek mesterjegye? Nem mindenkinek van mesterjegye, de hosszú időn keresztül, vagy pedig egy ragyogó ötlet alapján kialakul egy olyan motívum, amit ezek után a tárgyainkra ráfaragunk, na nem mindegyikre, csak arra, amelyikre azt mondjuk, hogy ezt örömmel is szívesen adom ki a kezemből, és örömmel is szívesen mutatom meg, hogy ugye ezt azért nézd meg a későbbiekben, mert ebből derül ki, hogy ezt kicsinálta. A mesterjegy az elég gyakran a fafaragónak például a monogramja, ez nagyon érdekes. Önnek nem, hanem? Nekem egy ötágú levél, én valamikor réges-régen szőlészkedtem, és nagyon megtetszett a szőlőnek a mélyen írdalt ötágú levele, de aztán rájöttem, hogy az ötágú levéle sok minden másra is jó. Van, amikor a vadgesztenyének a levélre hasonlít, és van, amikor a juharéra, a juharlevél a szívemnek nagyon kedves. Nekem is az jutott eszembe elsőként róla. Gyakorlatilag a Kárpát-medence ismerte fafajtái közül én a keményfák királyának tartom számon. Hát ha hegedűt lehet belőle készíteni, akkor az csak jó lehet ez a fa. Még egy könyv van itt, amit nem szorongattam, csak úgy átlapoztam, ezt szorongatom, mert ez számomra egy csoda. Ez a könyv pedig az ön által íródott könyv, aminek az a címe, hogy Én szóltam. És ha valaki a hátoldalát elolvassa, akkor abból kiderül, hogy tulajdonképpen Merényi József rendszeres írója az Észak-Magyarország című napilapnak, de hát nem csak abból derül ki, hanem az Észak-Magyarországból is nyilván. Mindig kinyilatkozik, mindig véleményt formál, mindig megpróbál valamit megörökíteni, de ott van, rendszeresen ott van. Mióta? Ez érdekes dolog, most gyorsan fejet számoltam. Ez a könyv itt előttünk az asztalon 2014-ben jelent meg, és valahol a szövegben el vagyok rejtve, hogy az elmúlt 10 év újságcikkeiből állt össze a kötetnek nagyjából a fele, mert a másik fele az meg nem, ott más írások is vannak. Nyilván ugye az ember olyan önéletrajzot ír, amit szívesen köt a embertársainak az orrára. Itt nyilván nem olyan önéletrajzról van szó, ami magasztal engem, hanem olyan önéletrajz, amelyiknek kapcsán másról és másokról írok. Gyakorlatilag maga is egy történet. Na nyilván ez nem fér bele egy újságnak a kereteibe, és amikor az Észak-Magyarországban megjelent egy méltatás, és a méltatásban a szerző kitér arra, hogy nagyon gyakran korholom a körülöttem lévő világot, és főképpen a politikát kritizálom. Nincs egyedül. És van egy ilyen fordulat ebben az írásban, hogy amikor már a dühét és indulatát nem tudja
kellőképpen kordába tartani, akkor elkezd mesélni. Na most ennek a kötetnek az egyik legértékesebb írása szintén meghaladja egy újságnak a kereteit, ez a Mese az alkotmányról című írás. Én ajánlom mindenkinek a figyelmébe, akinek a kezébe jut ez a könyv, hogy olvassa nagyon figyelmesen, és próbálja meg párhuzamot vonni napjaink magyarországi történelmével. Ezt az írást, ezt a véleménynyilvánítást, ezt azóta sem hagyta abba, ha teheti, akkor megjeleníti a véleményét, megjeleníteti a véleményét a helyi labban, ugye? Igen, a helyi labban megjelennek írások, és hát ezeknek a köre egy kicsikét szűkül, viszont a fiókomban lévő iratköteg az vastagodik. Nem titok, hogy készülök a következő könyvemre. Ebben több lesz az izgalmas, érdekes dolog. Például lett egy olyan ötletem, hogy összefoglalom mindazokat a dolgokat, amiket a lovagi létről, a lovagságról gondolok, beleértve a lovagiasság fogalmát is, ki lehet lovag és ki nem, megvehető a lovagi cím, vagy nem, jelentem igen megvehető, különösen a borlovagság az vehető meg. Aztán a válaszom arra a kérdés, amikor tőle megkérdezték, hogy te melyik borlovag rendnek vagy a tagja, és mondtam, hogy én még egyiknek sem, de hát ez egy külön történet. Nos, ezeket a történeteket foglalom össze majd az új könyvbe, és elképzelhető, hogy bele fog kerülni majd egy olyan talán szótárnak, vagy értelmező szótárnak mondható fejezet is, ahol nem tényszerűen, hanem inkább véleményszerűen leírom a gondolataimat, például a mai társadalmi életnek az egyes dolgairól, fordulatairól. Ez erősen vitairatnak számható majd. Sok ember érez ilyen késztetést. Ön például miben bízik, hogy érdekli majd az embereket? Mi ad alapot arra, hogy kíváncsiak a véleményére majd? Hát ez a kulcs szó szerintem. Manapság kiadót lehet találni egy ilyen könyvnek a megjelentetésére. Pénzt is lehet találni, csak annak a keresése már egy kicsikét nehezebb feladat. De a következő könyvben tehát úgy igyekszem majd, hogy egy kicsikét több helyre tudjam elvinni. Van igény arra. Éppen tegnap a május 1-i ünneplés során találkoztam néhány kedves régi barátommal, és ők mondták, hogy gyere el hozzánk, van nekünk egy kis társaságunk, beszéljünk meg dolgokat, mert érdekel a véleményed, hát én erre borzasztóan büszke vagyok. És el is menj. El fogok menni, persze, csak hívjanak. Mi hívtuk, és a két könyvet említettem, de van még valami, ami a kezében volt, amikor ide belépett a stúdióba. Ez egy műanyag henger. Megengedi, hogy kinyissam? Igen, meg lehet. Ha pedig ez megtörténik, minő véletlen, ebben megint fából készült furuja. És a furujára pedig egy dal részlet, az elindultam szép hazámból. Első sora, ha úgy tetszik. Ez azt jelenti, hogy az élete az a fa és az írás között, meg természetesen a család körében munkálkodik, történik a mindennapja, ugye? Igen, igen. Mostanság egy kicsikét több időt és energiát fordítok a fafaragásra, mert hát én Isten gyarló teremtménye vagyok, és ahogy az előbb szóba került a Népi Iparművészeti Tanácsnak a zsűrije, meg mindenféle pályázatok, hát most én akkor mindenféle pályázatokra készülök. Utóbbi időben, hál' Istennek, volt úgy, hogy a Miskolcon meg az ország egyéb helyein egy időben három helyen is voltak tárgyaim. Ez a furúja, ez már régen volt kiállítási tárgy, jó minősítést kapott, és aminek a leginkább örültem, hogy azt emelte ki a bíráló, hogy jól megszólaló hangszer, és ez csodálatos dolog. Hangszert készíteni, az azt jelenti, hogy az általam mániákosan és szinte betegesen imádott fának egy teljesen új inkarnációját tartja a muzsikus a kezében, és hogyha a dallamot sikerül belőle kicsiholni, akkor ez mindennek a tetej. Állítom, hogy a fa talán a papírhoz képest a
legértékesebb anyag a kerekded világon. Én tudom, hogy a Kék Mauritius című bélyeg az papírból van, ami egy értéktelen anyag, de tessék már kitalálni, hogy vajon mennyit ér a Kék Mauritius. Mennyit ér egy Stradivári hegedű? Egy 40 dekás semmiség. Igen. És mennyit ér akkor, hogyha egy művész a kezébe veszi és megszólaltatja? Tehát ez akkor többször megszólaltatott, amit én most a kezemben tartok, ezt a furuját? Igen, hát mondhatnám, hogy egyre kevesebb rendszerességgel játszom rajta, mert növekszik az általam készített furuják száma, és hát ők megsértődnének, hogyha őket nem szólaltatnám. Gondolom nem véletlen volt a választás, hogy ezzel a könyvvel, a furujával és egy másik könyvvel érkezett ide a stúdióba, tehát valamit szimbolizálni akart ezzel a három kiválasztott tárgyal, ugye? Az a Merényi József, aki tulajdonképpen gépészmérnökként érte aktív munkálkodása javát. Igen, a bodzafával kapcsolatban elmondtam egy-két érdekességet. Én tulajdonképpen az apostola vagyok a bodzafának, mint faanyagnak. Mindenféle csodálatos fák vannak, amivel különböző tárgyak készülnek. A népi hangszereket... Ez is bodzafából van. Az is természetesen akkor... bodzafából van. A könyv az a mondókáimat gyűjti össze a mai világgal kapcsolatban a kedves olvasóknak, de van ezen kívül más is, tehát én a mérnöki gyakorlatot sem hagytam abba, és mielőtt még a kedves szerkesztőasszony megkérdezné a további terveimet, igen, jelentem, állandó kapcsolatban vagyok a Miskolci Egyetemmel, mert volt nekem, vagy van nekem egy szűkebb szakterületen az irányítás technika, és ezzel kapcsolatban egy néhány alapfogalmat szeretnék közkincsé tenni. Én meg a szaván fogom, mert azt mondta, hogy időnként megszólaltatja ezt a furuját. Megteszi ezt itt a stúdióban is? Ezt örömmel megteszem, de előre bocsájtom, hogy nem vagyok nagy művésze a hangszernek. Ezzel kapcsolatban egy nagyon rövid dolog. Budán a mesterségek ünnepén egyszer a standom előtt megállt egy kellemesen rossz arcú ember, rábökött egy furujámra, és megkérdezte, hogy ezt meg lehet szólaltatni? Hát mondom, uram, hogy ha akarja, akkor szólaltassa meg. Kezébe vette a hangszert, és elkezdett olyat játszani rajta, hogy én szószorosan hanyatt estem, és megálltak ott a környéken, majd utána letette, szélesen elvigyorodott, és mondta, hogy hát igen, ez egy hangszer. Megkérdeztem, hogy kihez van szerencsém, és elmondta, hogy az M.E.Z. tehát a méz együttesnek a frontembere. Ön az, akinek el kell tudni készíteni a furuját, ők azok, akiknek meg kell tudni szólaltatni olyan színvonalon, de mint mondta, ön is játszik rajta, hát nem tudna játszani rajta senki, ha nem lenne ilyen furuja, ugye? Az ha nem lennének ilyen furuja készítők. Kérem akkor, hogy igazolja, hogy ez a furuja szól, és ön is meg tudja szólaltatni. Köszönöm szépen, énekeltem magamban egyébként. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, amelyet Merényi József fafaragó művésszel folytattam itt az elmúlt percekben a Csillagpont Rádió műsorában, akiről még sok mindent nem mondtam el, mert hiszen mi elég gyakran találkozunk, mondjuk például Pereszesen, bányász hagyományápolás keretén belül, amikor éppen az ön által készített kopjafát avatják fel, vagy különböző közösségi rendezvényeken, úgyhogy majd legközelebb inkább a családról beszélgetünk, mert hát van önnek egy felesége, aki szintén ezen a területen munkálkodott, hiszen népművelő volt, és a Diósgyőri, ugye jól emlékszem, a Diósgyőri művődési házban dolgozott sokáig, és két gyerek, és hány unoka? Négy csoda gyerek unokám. Négy csoda gyereknek, négy csoda unokája, egy csoda nagypapának, nagymamának, és így teljes a Merényi család, ugye? Igen, igen, igen. Meg ezzel a sok szép alkotással, amelynek az egyikét hangilag is megszólaltattuk itt az elmúlt percekben. Köszönöm szépen a beszélgetést, jó egészséget, várjuk a következő könyvet. Én is köszönöm a figyelmet.